Hónapok óta tartanak Szerbiában az Alekszandar Vučić elnök elleni hétvégi tüntetések, annak ellenére is, hogy még nem hoztak komolyabb eredményt és nem álltak az élükre politikusok. A szervezők szerint a demonstrációk lendületét az adja, hogy sokan elégedetlenek az államfő gazdaság és külpolitikájával. Tüntetők tömege gyűlik össze november 8-a óta minden szombaton Belgrád egyik központi terén. Az elnök politikája ellen tiltakozó demonstrálók beszédeket hallgatnak meg, majd végigvonulnak a városon. A rezsim minden héten konfliktust kreál valamelyik szomszédunkkal, miközben a fiatalokat leginkább az aggasztja, hogy a diplomájukkal is csak minimálbért keresnek, vagy feketén kell dolgozniuk, mondta a tüntetések egyik szervezője. A demonstrációk mottója egy az 5 millióból. Ezzel Alekszandar Vučić kijelentésére utalnak, amelyben a szerb elnök leszögezte, hogy akkor sem teljesíteni egyetlen követelésüket sem, ha 5 millióan tüntetnének. Bár a 90-es években háborús uszító volt, Vučić most úgy tesz, mintha Európa párti lenne. Azt hazudja a népének, hogy békét teremt a Balkánon, miközben a valóságban ő az, aki titokban konfliktusokat generál. A megmozdulásokat koordináló aktivisták szerint Alekszandar Vučić egy autokratikus vezető, pártja pedig korrupt. Ráadásul átvették az irányítást szinte az egész szerb média fölött, ami igazságtalan politikai előnyt biztosít számukra. Az EU nem etetheti a farkast, mert felfalja. Az általa elvárt szabályok mások, mint amiket Vučić felépített. Vele sosem fogunk csatlakozni, mert minden tekintetben megsérti a demokratikus szabályokat, mondta egy másik szervező. Mert egyetlen ellenzéki párt sem állt a tüntetések élére, a legnagyobb ellenzéki blokk támogatja a demonstrációkat. A Szövetség Szerbiáért mintegy 30 pártot és mozgalmat tömörít magában a politikai spektrum minden szegletéből.